Hát én sem tudom lemosni magamról, hogy Concord tapogató vagyok, de állítólag a Concordra is rá van írva, hogy én megtapogattam egyszer. De nem erről fogunk beszélni. Képzeljétek el, Amerikában egy kisvárosban egy riporternek feltűnt egy nagyon érdekes dolog, hogy a város alpolgármesterének az ikertestvére a börtönben van, és az életfogytiglani börtönbüntetését tölti. És arra gondolt, hogy ez elég érdekes sztori ahhoz, hogy ő ennek utána menjen, és elment először a börtönbe. Megkérdezte ezt a férfit, hogy hogy került ön ide? Azt mondta, nézze, nekem nagyon nehéz gyerekkorom volt egy rabiátus apa mellett, aki rendszeresen agyba főbevert engem és a ikertestvéremet. Elég korán elkezdtem csavarogni, aztán elindultam a lejtőn, és végül volt az a verekedés, ahol megkéseltem azt az embert, és most itt vagyok. És azután a riporter elment az alpolgármesterhez, és neki is feltette azt a kérdést, hogy ő hogy került ide. Azt mondta, nézze, nekem nagyon nehéz gyerekkorom volt, volt egy rabiátus apám, aki rendszeresen vert engem és az ikertestvéremet, láttam, hogy ez az út hova vezet, ezért úgy döntöttem, hogy komolyan tanulni fogok, bekerültem gimnáziumba, aztán egy egyetemre ösztöndíja, és végül politikai pályára kerültem, és így lettem alpolgármester. Mi a különbség a két ember között? Ugyanaz a génállomány, és ugyanazok a körülmények. Azt gondolom, hogy a döntéseink tesznek minket azzá, amik vagyunk. Nem a génállomány, és nem is a körülmények. A döntésekkel kapcsolatban ugye sokan szokták mondani, hogy egy döntésre vagy attól, hogy. Én azt gondolom, hogy egy döntéssel nem lehet sikeres, és nem is zuhanhatsz a szakadékba, kivéve ha a családi vagyont mondjuk ráteszed a fekete páratlanra, mert akkor lehet olyan, hogy ez egy annyira rossz döntés, hogy az akár a nyomorba is dönthet. Én azt gondolom, hogy a döntéseink inkább úgy működnek, mint a navigációs berendezés az autóba. Beírod a célt, ő kiszámolja az utat, és te elindulsz. És amikor az első kereszteződéshez érsz, akkor dönthetsz úgy, hogy arra mész, amár a navigáció mondja, de úgy is dönthetsz, hogy te mondjuk befordulsz jobbra. Különös baj nem történik, a navigáció újra tervez, de egy pici időt te már elvesztettél. Aztán jön a következő kereszteződés, ahol megint dönthetsz úgy, hogy arra mész, amár ő javasolja, de dönthetsz úgy is, hogy megint nem arra mész. És hogyha rendszeresen rosszul döntesz, előfordulhat az, hogy soha az életben nem éred el a célodat. Az utóbbi néhány hónapban mi megtapasztalhattunk valamit, ami erre a tapasztalatra mi nem vágytunk. Mi most megtapasztalhatjuk azt, hogy a harmadik birodalomban a zsidók hogy érezhették magukat. Belekerültünk egy olyan csoportba, amelyet a társadalom jelenleg kirekeszt magából. És mivel ehhez semmilyen rossz dolgot nem kellett tennünk, elég volt az, hogy követtük az elveinket és követtük az értékrendünket, ahogy világéletünkben is tettük, úgy gondolom, hogy ezzel senki nincs beoltva, bármikor bárki kerülhet olyan szituációba, mint mi, hogy hirtelen egy kirekesztett népcsoportba kerül. De tudjátok, hogyha van egy működő hálózatotok, amelyik rendszeres, havi, szép, passzív jövedelmet eredményez, a kirekesztettséget is sokkal könnyebb elviselni. Ha még eszembe jut, elmondom. Igen, mi azért nem beszéltünk össze Csillával, ugyanis én nekem volt egy gondolatom, de nem akartam, hogy ő az én gondolatomat mondja, hogy felváltva beszéljünk, és azt se akartam, hogy ő mondja meg, hogy miről beszéljek én, és ezért... Van elég gondolata a saját. És aztán úgy gondoltam, hogy akkor ő is hadd mondja el, és ha eszembe jut közben, amit jó kitaláltam a végére, akkor azt is elmondom. Jó. Jó, hát lehet egy olyan munkahelyen is az ember, amikor fontossá válhat az, hogy van egy másik élete. Nekem most a Judit feldobta a labdát. Azt gondoltam, hogy nem is fogok most beszélni nektek. De nem csak a Judit, tehát sokszor elhangzik az, hogy lehet, hogy csak egy mondat ér össze. Sok mondat elhangzott,
a mostani rendezvényen. Elnézést a hangomért. Ezekben a szituációkban saját magam belül mérgelődök, hogy miért sírok, mert akkor nem tudok beszélni. Nem azt szégyellem, hogy könnyeim vannak, hanem hogy megakadályoz a sírás a beszédben. Szóval nagyon vártuk mi is ezt a találkozót, mert én hiszek benne, hogy azok a megérintő pillanatok, amik itt érnek minket, az csak így érhet. Biztos nagyon jó a közvetítés is, és pótol valamit abból, ami itt van, de a 100%-ot nem adja oda. És nagyon jó titeket látni, és megérinteni, és megszorítani a kezét a munkatársaknak, és nem csak a munkatársaknak, hanem most már a többi ismerősnek is, akik minden nappal közelebb kerülnek. Három szót hoztam próval. A ma délután megpróbálom elmondani. Igen. Az első az a produkt, amiről ma már sok szó esett, vagyis a termékek. Ezzel kapcsolatban csak két gondolat, hogy érdemes tényleg megismerni úgy a termékeket, hogy nem kell megtanulnod a triperpén, vagy nem is tudom, hogy hívják, olyan szinten, hogy milyen glükán van benne, meg az mit csinál, meg hogy falja fel, ami nagyon érdekes volt, és hálás vagyok, hogy elhangzott, de ez nekem olyan, hogy így meghallgatom, de jó, és aztán én ezt nem tudom elmesélni másnak, és nem is kell. Tehát, hogy azért kell a termékekről sokat tanulni, hogy újra és újra azt a csodát átéld, amit tud. Pillanat. És ehhez elég egy Jane videót meghallgatni, vagy elég bármilyen ganoterápia képzésre elmenni, vagy hadd legyek elfogult, a Zoli nemrég csinált egy videót a szerves germániumról, és hogyha azt még nem láttátok, nézzétek meg, mert akkor azt fogjátok gondolni, hogy ez nekem kell. És hát itt van, hát a ganodermában benne van ez a csoda. És hogy mennyire jó, hogy ilyen termék áll mögöttünk. Én amikor szétnéztem, mert eljött egy olyan pillanat az életemben, azok, akik ismernek, már elmeséltem nekik, de hát ha van, aki nem hallotta, amikor így elszegényedtek a megrendelőim, mint grafikus, tehát a civil szervezetek, és én tudatosan mentem egy olyan útra, amit nem tetszett, amit utáltam, tele voltam előítélettel, de azt mondtam, hogy jó, leszámolok velük, néhány lehetőséget meghallgatok. És kérdezte az Zoli, hogy hol találkoztam én ezekkel. Hát jöttek, tehát az emelemesek jönnek és ajánlják, amit ajánlanak. És elmentem a, hát vagy 5-6 bemutatóra. És hogy mi is a termék itt, ez is nem a saját gondolatom, de talán jó ezt felfrissíteni, a termék te vagy. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ki ajánlja, hogy kivel találkozol, és az ember mennyire hiteles a számodra. És azt gondolom, hogy az egyik, tehát a másik fontos termékkel kapcsolatos gondolat, amit át szeretnék adni, hogy a legnagyobb jó, amit tehetünk, hogy magunkon dolgozunk, mert mi vagyunk a termék. Mert hogyha bennünk nem bíznak, ha mi nem vagyunk elég hitelesek, akkor lehet mögötted a világ legjobb ganodermája, akkor se fogja érdekelni. De hogyha annyira rá tudod venni. Én amikor kisgyerekes anyuka voltam, úgy értem, most is anyuka vagyok, csak kicsik voltak a gyerekeim, akkor sose volt olyan, hogy addig nem állsz fel az asztaltól, fiam, amíg üres nem a tányér, hanem csak, hogy kóstold meg. Csak ennyit kértem, kóstold meg. Ha úgy ítéled, hogy nem ízlik, nem finom, ott hagyhatod, szíved joga, de úgy ne utasíts el semmit, hogy meg se kóstolod. És ez többnyire sikerült, tehát, hogy azért megkóstolták. És szerintem ez az egyik feladatunk, hogy eddig a lépésig, hogy figyelj, próbáld ki, nem ígérek csodát, próbáld ki, tapasztald meg, de hogy ezt neked így elhiggye vagy, hogy hajlandó legyen megkóstolni, ahhoz te kell lesz. Tehát a te kedvességed, a te információd, amit átnyújtasz, az kell hozzá. És ez, hogy ezt hogy adod át, meg hogy te milyen vagy, ezen lehet dolgozni. Ez a jó hír benne. Tehát, hogy nem szépnek kell lenni, meg nem hűha tehetségesnek, hanem hogy fogalmazzam ezt meg? Mindenki tud szimpatikus lenni.
Mert mindenkiben ott van az a szép és jó, ami a másiknak kell. És ezt hozd elő magadból. És akkor már ott van az az első kapcsolódási lehetőség. És a második pró szavam, igen, az ezzel nagyon összefügg, ez a promóció. Tehát, hogy lehet, hogy ez így egy picit erőltetett, de hogy ajánd. És hogy ha ezt a lépést nem teszed meg, hanem csak mosolyogsz egy, persze ez is van, akinél bevált, hogy csak mosolyog egy tasak kávéval, de azért ennél többnyire több kell. Szóval, hogy használja eszközöket, és szerintem ehhez most mi is hozzá tudtunk egy kicsit járulni, például a füzettel, hogy offline eszközök, de hát nagyon sok jó eszközt kaptatok a vezetőktől, nagyon jó könyveket, és nagyon jó online eszközök is vannak, én már tudok róla folyamatban. Szóval, hogy használjátok ezeket minél gyakrabban és minél okosabban. Nekünk van olyan munkatársunk, aki ha megkap valamit, akkor azt így egyszerre minden gyorsan kirak az internetre, és hogy tehát ésszel beosztva, meg a célcsoportnak megfelelően, stb. Stb. Ezt is tanulni kell, és akkor kapcsolódni tudok az Andráshoz, hogy tényleg a tanulás legalább olyan fontos, hogy ezt megfelelő adagolásba, mennyiségbe, ritmusba tudja odaadni az ember, és akkor, amikor erre befogadó a másik. És a harmadik prós szavam az a koprodukció, ami... Emlékeztek rá, hogy legalábbis az én életemben úgy jött először elő ez a szó, amikor valami nagyon klassz játékfilmet vetítettek a tévében, hogy ez koprodukcióban készült, ez német-olasz-magyar koprodukció. És hát mihez kell egy ilyen koprodukció, amikor van valami nagyon szuper projekt, és többféle erőforrást összeszednek az emberek, mert ebből az összefogásból tud megszületni, mert egyedül külön-külön nem tudják, vagy mert így jobb születik. És hogy most benne vagyunk egy csoda jó koprodukcióba, azt gondolom, hogy jaj, hogy ez most tényleg valami olyasmi, amiben mindenki erőn felül beleteszi a saját részét, és nagyon jó ennek a részesének lenni, és nagyon jó azt is tudni, hogy ebből nagyon sokan részesülnek. Tehát maga az alkotási folyamat is jó, és hívunk titeket ebben részt venni folyamatosan, tehát ez csak a legelső pontja a mai nap. Ez egy reméljük évekig tartó folyamat lesz, amiben minél többen megtaláljátok a szerepeteket és a helyeteket, és nagyon sok közös élmény vár még ránk ezeken az apropó és mindenféle prós szavakat ki fogunk találni, hogy milyen rendezvényeken. Úgyhogy nagyon hálás szívvel köszönöm mindannyiótoknak, akikkel ezt életre hívtuk, és mindannyiótoknak, akik ehhez hozzákapcsolódtatok, és majd azoknak, akiket még ezután fogunk hozzákapcsolni. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok sikert és erőt. És ha eszedbe jutott, esetleg... Nekem is eszembe jutott, és szerintem ez egy nagyon jó végszó is lesz. Ugyanis biztosan vannak sokan itt a teremben is, meg talán a számítógépek előtt ülők között is, hogy mi a titok, hogy lehet ezt sikeresen csinálni. Azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, és egy olyan tulajdonsághoz kell visszanyúlni, ami mindannyiunknak megvan. Így tanultunk meg beszélni, járni, meg mindent. Egyszerűen szemmel kell tartani azokat, akik jól csinálják, és le kell őket másolni. Úgyhogy én azt üzenem minden alsó, felső vonal, kereszt vonal, előre, hátra, hogy figyellek benneteket. Szerintem rajtatok. Igen. Köszönjük szépen.